Azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy egy a téli olimpia óta, tehát tél óta az ország kedvencei lettek a Liu testvérek, és itt is van velünk Sándor, ugyanis ők hát nyáron sem pihennek, gondolhatnánk, hogy ilyenkor nincs jég, és csak lógatják a lábukat, de ez azt hiszem, hogy abszolút nem így van. Cáfolj meg, szervusz! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát tényleg nem így van, mert két hete már elkezdtünk edzeni nagyon-nagyon keményen. És de nem úgy van, hogy ilyenkor nyáron van egy kis leállás? Általában tavasszal vannak a leállások, nekünk március közepe fele van vége a szezonnak, és május közepén kezdünk el újra edzeni. Most egy kivételes időszak volt az olimpia után, egy kicsit több pihenőt kaptunk szerencsére, és most kezdtünk el edzeni egy-két hete, úgyhogy mindenki nagyon örül. Mindenki nagyon örült a hosszú pihenőnek, de most már nem nagyon örülünk, hiszen újra elkezdtünk edzeni, amikor az edzők nem nagyon vannak tisztában azzal a fogalommal, hogy mi az a fokozat, és ugyanúgy visszaestünk ugyanabba az edzés munkába, amit előtte végeztünk, úgyhogy egy kicsit el vagyunk fáradva. De ilyenkor azért éhesek vagytok már? Tehát már várjátok? Tehát hogy az van bennetek, hogy de jó, hogy már csak két hét van, már mennék már lefele? Ez nagyon jó kérdés, mert én azt hittem, amivel elkezdtünk felkészülni, hogy nem lesz majd ez az éhségvágy, és majd nem szeretném csinálni, meg majd el leszek lustulva, és képzeld el, felmentem az első edzés, és annyira megkívántam ezt az egészet, és annyira szerettem volna még csinálni, és annyira jó volt elfáradni, hogy hiányzott ez az egész, és akkor abban a pillanatban döbbentem rá, hogy ez mennyire hiányzik. Ez a tavasz időszakban volt idő egy picit pihenni, vagy kicsit kiszellőztetni a fejedet, és kicsit az olimpia fáradalmait, és hát persze ezt a jó leső terhet is, ami azután következett. Igen, nagyon sok időnk volt szerencsére pihenni, és tényleg az edzők kérték, hogy aktív pihenéssel teljen, ami azt jelenti, hogy heti háromszor menjünk el magunktól futni, ami egy kicsit, szerintem nálam egy kicsit passzívabb volt, egy kicsit lecsökkentettem heti egyre, de tényleg próbáltam csinálni valamit. Azért néha én is kezdtem érezni, hogy azért most már tényleg kéne csinálni valamit, de nagyon-nagyon jó pihenéssel telt el az egész időszak. De mondjuk a fokozatosság azért megvan, mert mondtad, hogy az edzők elfelejtették, hogy fokozatosan menjetek vissza, de neked megvan, mert most ugye elkezdted az edzéseket, és szeptembertől elindul az egyetem, ha jól tudom. Mert hogy azt is a nyakadba veszed az edzéseket. Igen, én bejelentkeztem az ELTE-re a kínai szakra. Ugye a sport mellett azért egy kicsit egyszerűbb lesz nekem a kínai szakon így tanulni is. Úgyhogy ezért választottam ezt a kínai szakot. De tényleg nincs megállás, és ezerrel toljuk. De egyébként mi az, ami miatt jelentkeztél erre a szakra, ugye tudsz kínaiul, de hogy mi az, amit még szeretnél jobban elsajátítani? Beszélni nagyon jól tudok kínaiul, öcsémmel mind a ketten, de írni, olvasni az egy teljesen más dolog a kínaiban, ugye minden egyes karaktert meg kell tanulni, és hát nem tudom, egy könyvnek az elolvasása az azt hiszem 1000 vagy 1500 karaktert legalább tudni kell, és ezeket szeretnénk majd még egy kicsit jobban megtanulni, és egy kicsit sajátosítani. Kanyarodjunk vissza a sporthoz, azért a télen nem csak egy olimpiai arany született meg, hanem egy mozdulat is. Ami azt gondolom, és pont azon gondolkodtam, hogy tényleg az ilyen nagy klasszikus sportolóknak megvannak a mozdulatai. Tehát ha Michael Jordannek gondolunk, akkor megvan nekünk, ahogy a széttert lábakkal ugrik, ugye a zsákol a kosárfeje. Ha Usain Boltra gondolunk, neki is megvan a mozdulata, és neked is meglett a mozdulatod szerintem. És ezzel szerintem már nekem biztos, hogy egy szuper klasszis sportoló lettél. Kérlek, taníts meg rá engem, mert hogy próbálgattam otthon a tükör előtt, de valahogy nem hát, volt meg. Hát nem olyan egyszerű, ne viccelj, hát nem is volt olyan egyszerű kitalálni. Ez nem 2015-ben született meg, a januárban az Európa-bajnokságon voltunk kint, és akkor született meg az egész, és mindenki nagyon-nagyon szerette, és azóta egyik versenyen, amikor döntőben vagyok, mert ugye csak akkor hívnak be minket, akkor általában most már nem hagyom ki, nem hagyom ki ezt a jellegzetes bevonulásomat. Hát az egyik kezeddel, a jobb kezeddel, csinált, megsimogatod a jobb oldalt, és simítás, bal oldalt. És mindig megkeresed a kamerát, belenézel, és belekacsintasz egyet, és van egy jó kis huncut mosoly. Yes! Ezt gyakorlom, az első végén én így fogok elköszönni, most már tudja, hogy meg lesz. Azért az olimpia után azt gondolom, hogy sikerült igazi példaképé válnotok a fiatalabb generáció számára is, és ezt a sportágat népszerűsíteni. Van most ebben valami tudatosság, hogy szeretnéd a fiataloknak továbbra is megmutatni azt, hogy hogy választák ezt a sportágat, és érdemes? Figyelj, ez előtte is megvolt már nekünk motivációként, hiszen amikor mi elkezdtük ezt a sportot öcsémmel, akkor nem voltak hatalmas példaképek, mint mondjuk úszásban, vagy vízilabdában is, amit
amit minden második magyar gyerek akar csinálni Magyarországon vagy vívásban is, és mi is ezek szerint ilyenek szerettünk volna lenni, mi is példaképek szerettünk volna lenni, egy egész új sportágat felépíteni. Ez első téli sportág, amit szerintem ki lehet jelenteni, hogy fel lehet rendesen építve is, és példaképekkel rendelkezik, és nagyon keményen dolgoztunk ezért is, hogy ott legyen, és ez abszolút tudatos volt. És akkor abszolút ilyen tudatos az is, hogy a social médiában, tehát Facebookon, Instagramon is nagyon, nagyon jelen vagytok. Tehát, hogy ez még abszolút kedvelés és hobbi szint, vagy azért ebben van egy pici melló is már, hogy folyamatosan posztolni, folyamatosan jelen lenni, folyamatosan mutatni magunkról, hogy itt vagyunk. A social média dolog ez szerintem olyan, hogy most a 21. században mindenki a social médiázik, és mindenki láthatja, hogy milyen helyekre járunk. Tehát innen is posztoltam most egyet, és tudják mindenki, a követőim, hogy itt vagyok, és hogyha látják, hogy ilyeneket posztolok, akkor nekik is megjön, ez is egy motiváció számukra, nekik is megjön a kedvük, hogy ja, Liusz Saolin Sándor eljutott egy ilyen helyre, ilyen eredmények után, akkor én is így fogok tovább küzdeni és csinálni a dolgokat, és hát ők is el tudjanak jutni idáig. Abszolút. De azért azt megjegyezném, hogyha valaki civilhez kapna, hogy olimpiai ezüsttel is el lehet ide jutni, akár egy bronzzal is be lehet lépni az ajtón, de nem feltétlenül kell ez. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és az nagyon sok sikert kívánunk neked a sporthoz, az egyetemhez. Köszönjük.